A versenyző ezúttal is keményen készül, a rajt és a cél is Peru fővárosában, Limában lesz. Az 5000 kilométeres távot január 6-a és 17-e között kell teljesíteni. Szegmeister Gábor tisztában van a természeti viszontagságokkal, ugyanis már több dél-amerikai futamon is részt vett. Először indulok egy olyan kategóriában, ahol 34 versenyző van, és szerelő nélküli kategória. Az azt jelenti, hogy abszolút egyedül leszek. Egyedül reggel elindulok a táborból, egyedül ö, csinálok a verseny közben is mindent, nincs asszisztenciám, nincsenek szerelőim. Ahogy este megérkezik a táborba, saját magam szerelem a motorkerékpáromat, saját magam szerelem a gumikat, a, az összes beállítást, úgy a teleszkópokat, úgy az olajcsere, a filtercserék, a, a sátorfelállítás, a sátorösszerakás, a, a szétszedés, szóval az összes mindenség rám fog hárolni, Szerintem ez nagyon komoly megpróbáltatás lesz számomra. Gábor hetente két-három alkalommal edzésre jár. Indul a szerb motocross versenyeken, külföldön is motorozik. Az elmúlt években indult a rally világbajnokságon is, az Arab Emirátusokban. Elmondása szerint jó kondiban van, felkészült minden eshetőségre. A sisak, a csizma és a kesztyű majd Gáborral repülnek Dél-Amerikába. A motor már Limában van. Van egy kis hátrány ebben az egész dologban, mivel egy 2011-es régi típusú KTM-mel indulok, ami még karburátoros, amit már az én motorom, amit én nagyon jól ismerek, úgyhogy Hogyha nem lesznek nagyon magas tengerszint feletti magasságok, ez a motor tökéletesen fog működni, ugyanúgy, mint egy injektoros, egy új befecskendezési motor, de hogyha ilyen Arika környékén, amikor megközelítjük a, a Chilei határt, ott lesznek ilyen 3-4000 méter tengerszint feletti magasságok, és hogyha nem lesznek ilyen völgyes részek, ahol a motor nem kap elég levegőt, akkor szerintem tökéletesen fog működni. Hát majd még látjuk, sokat kilóttam tavaly is vele, de valahogy mindig behoztam a célba, hogyha a motor működik, találkozunk a célba szerintem. A Dakar egyébként a világ legnehezebb rally versenye, amely nem kevés veszélyt rejt magában. Sok pilóta életével fizetett a sivatagi versenyen.